A férfi kosárlabda Románia Kupa C csoportjának mérkőzéseit péntektől vasárnapig a Marosvásárhelyi Simon László csarnokban rendezik. A házigazda a Marosvásárhelyi VSK pénteken a Csészémi Fogsán, vasárnap pedig a Galaci Csészémi ellen lép pályára. A férfi kosárlabda Románia Kupa mérkőzéseivel indul a sportág hivatalos idénye. A C csoport mérkőzéseinek helyszíne Marosvásárhely lesz. A helybéli városi sportklub hadbarátságos mérkőzést játszott az idény előtt, kettőt megnyert, négyet pedig minimális különbséggel veszített el. Az első komoly kihívás azonban csak most vár rájuk. Tovább szeretnének jutni a Románia Kupában, ehhez pedig pénteken a Csészémi Fogsány, vasárnap pedig a Galaci Csészémi ellen kell győzniük. Elég hosszú volt a felkészülés, reméljük, hogy a lehető legjobban fogunk teljesíteni ezeken a mérkőzéseken, hogy bejussunk a legjobb 8 közé, mert ez a célunk. A csoportban, amelybe sorsoltak, Fogsány és Galac ellen szerintem ez teljesíthető. Nem lesz könnyű, de biztosan fel tudjuk velük venni a versenyt. Híradónknak Sánta Szabolcs csapatkapitány már a bajnokság idei mezőnyét értékelte, majd rátért a kupa mérkőzésekre is. Szerintem az egész bajnokságban nagyon kemény meccsek lesznek, nagyon közel állnak a csapatok, mint érték. Kivéve egy-kettőt Kolozsvár váran az élens, mintha egy kicsit Laguna nem sikerült volna a legjobb csapatot csinálni, de a többi szerintem mindenki megverhet mindenkit. Ez egy kiegyensúlyozott csoport lesz, azt viszont őszintének kell lennünk, hogy elég jó sorshúzás volt. Ugye mindenki tudja, a Kolozsvár-Várad egy csoportba került a Dinamóval együtt, ez azért más lett volna Kolozsvára és Váradda. A bajnokságban egyébként az előző idényben elért helyezések alapján a VSK a B-jelű konferenciába került. A szeptember 23-ai nyitófordulóban a konstancai Csészémi otthonában játszik.